A két együttes a legutóbbi 12 mérkőzéséből összesen egy meccset tudott megnyerni, ezért is nagyon fontos a nyírségieknek, illetve a pécsieknek a mai találkozó, ugye mind a két gárdánál volt egy edzőváltás. Ez lövőhelyzet. Na, megvan az első próbálkozás messziről. James nevéhez fűződik. Könnyedén fogja a labdát Balog. Hát, hogy 27-28 méterről tűzte rá James. Na nézzük, hogy mi lesz ebből a próbálkozásból. Jól ívelődik a labda, és gól! És gól, megszerzi a vezetést a nyíregyházi Spartacus együttese a mérkőzés 26. percében. Ehhez persze kellett a védők nagyon rossz helyezkedése, pipogyasága, hiszen ketten is felugrottak a hazai csapatból. És a gólszerző Szokol. Még tovább. Pákolisztól Janvári adja be, és ez is helyzet volt. Bajzát próbálta meg kapásból ballal ellőni. Nyíregyházi szabadrugás, egy óriási kapufa Pekártól. És aztán nagy valahogy kiküszködi a labdát. Elképesztően jól talált el Pekár, ez gólt érdemlő mozdulat volt. Nyíregyházi bedobás. Pekárnak jót tett a szerződés, hosszabbítás. És 11-es! 11-eshez jut a Nyíregyháza csapata. Érdekes szituáció volt. Pekár. És belőgi. 2-0-ra vezet a nyíregyházi Spartacus a pécsiek ellen. Ez már egy olyan előny, amivel lehet sáfárkodni. Ami az előbb nem sikerült neki, szabadrugásból, ott ugye néhány centi hiányzott, az most ment büntetőből. Pákolic. Janvári. Gyönyörű játék! És egy hatalmas védés Gőcétől. Sőt, remek az összjáték, Öszte és Koller között. Kostić adja be! Gólhelyzet volt ez is! Hát kérem szépen, varázsütése megváltozott a meccs képe, főleg a második gól óta. Egy-két, sőt három nyíregyházit is átjátszott, és aztán jól is adta be Pölöskeinek. Ez pécsi lehetőség volt a szépítésre. Szatmári remekül sasszézott a védők gyűrűjében. 5 perc van hátra a találkozóból. Egy gól az első, egy a második játék részben. Húzom, de honnan lőtte rá? Vagy 30-ról, és rettentően veszélyesen csapódott le a labdája. Rubus. Húha, nagy hiba Lantostól, ez gólhelyzet. És benn is van! 3-0, eldőlt a mérkőzés. A gólszerző pedig Koller. Elképesztő védelmi megingás. A hazai nézők közül senki sem indul még hazafelé, bíznak még egy nyíregyházi gólban. Sándor tehát, Spitzmüller. Sándor! És gól! Megvan a negyedik hazai találat, hát valamit érezhettek a nézők. Elképesztő showműsor a vége. Ki hitte volna ezt? Most már minden bejön. Ez a mérkőzés utolsó nagy csattanója.